Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Ebben a mai videóban egy különleges csatornát fogok elkészíteni, amit jó magam terveztem. Ennek az a különlegessége ennek a csatornának, hogy a hátulja ilyen négyzetszelvényű, az eleje pedig félkörszelvényű. És ezt azért csináltam meg ilyenre, majd mindjárt fogom a helyszínen megmutatom, hogy a terasz burkolat alá be lehessen csavarozni. Úgyhogy ebből fog készülni egy ilyen sarok, és erről fogtok látni majd videó részleteket, esetleg fotókat, hogy készül el ma ez a csatorna. Fölmegyünk oda létrára, és akkor megmutatom, hogy fog kinézni ez a helyén. Na, itt vagyunk fenn a létrán, és akkor mutatom, hogy ez ide fog kerülni a helyére. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy van ez a vízoros teraszos élvédő, ide be fog menni így alá ez a hajtás, így, és akkor így lesz rögzítve majd csavarokkal. És akkor ezt azért találtuk ki, hogy ide ne folyjon le a víz a felső erkéről, oda az alsó teraszra. És akkor így egy kis csatornát kap, és akkor itt az oszlopon, ezen a pilléren meg le lesz vezetve egy lefolyócsővel. Úgyhogy ide kell készítenem egy ilyen 90 fokos sarkot, és akkor utána itt kerül a helyszínen felszerelésre. Akkor először is megpróbálom nagyjából 90 fokra kialakítani ezt a sarkot, és akkor utána majd felpróbálom a helyére. Ezt ilyen kis helyszíni munkának gondoltam ezt az egészet, mert úgy gondoltam, hogy ezt itt a helyszínen tudom a legjobban majd megcsinálni. A csatornának a többi részeit azt műhelybe készítettem el. Úgy van gyártva, hogy már bele van gyártva a lejtés. Tehát a magas ponton, ott kisebb a magassága a csatornának, és így a lefolyóhoz fog lejteni. Azért csináltam horgányzott acélból, hogy rendesen ki lehessen forrasztani, mert itt talán ez a legerősebb anyag. És gondolkoztunk rajta a megrendelővel, hogy milyen anyagból kellene ezt csinálni, de arra jutottam, hogy én legyek a csatornának a gyártója. Egyszer korábban csináltam már ilyen csatornát, ugyanígy ilyen teraszhoz, csak lehetőségben nem volt benne a sarok. Kicsit nagyjából megrajzolni ezt a részt, ahogy ez szépen itt fordulni fog, hogy a metszet minden fölülről nézve egyeneset mutasson. Ez is az egyik tanuló szakmáink közé tartozik, a bádogos szakmá. Még több is. Van ott a csatornán még egy-két ilyen bádogos szakmával kapcsolatos videó, nyugodtan nézzétek meg. Valamikor a műhelybe dolgozok, valamikor ki. Hát majdnem elsőre el is találtam egyébként a szöget. Ott van egy lapolás, de az fog is kelleni. Még egy kicsit jobban zár, mint a derékszög, de lehet látni, hogy így alakul szépen a sarok. És akkor hát most az lenne jó, ha itt a peremezőgéppel itt meg tudnám csinálni. De még az se kizárt, hogy elszállok a műhelybe, és akkor peremezőgéppel itt csinálok bele egy vonalat. De hogy nem messze van a bádogos műhelyem. Erre gondoltam, hogy a peremezővel ide belehúzok egy vonalat, mert akkor szebben tudom majd igazítani a forrasztáshoz.
aztán majd szépen finoman oda lehet kalapálni, hogy oda feküdjön a másik szeglet más oldalához. Egyszer majd a műhelyben megmutatok egy korcolt ilyen csatornaszegletet is, mert nagyon kevesen tudják szerintem megcsinálni a szakmába. Mikor össze van korcolva így szépen a két anyag. De lehet látni, hogy ez a forrasztott megoldás is elég jó lesz. Szépen lehet látni, hogy már most is szétesés nélkül áll a helyén. Úgyhogy ezt szépen majd még össze lehet kalapálni, és meg lehet szépen belülről forrasztani. De most, hogy ez ilyen jól áll a kezembe, föl is próbáljuk a helyén, hogy fogyadja a szöget, és fölmegyünk egy pillanatra. Na, hát itt vagyok fenn a helyszínen, sajnos így félkézzel azért egy kicsit nehéz. Remélem, hogy nem fog szétesni, ahogy oda emelem. Itt nem tudom semmibe beletenni a telefont, úgyhogy itt muszáj vagyok hagyatkozni ezekre a dolgokra. Egy kicsit zár a derékszög, de úgy látom, hogy szépen oda lehet nyomni a helyére. Szépen meg fogja találni a helyét ez a sarok. Úgyhogy nyugodtan kiforraszthatom ebbe a pozícióba, hogy most van. Egy és félnél lesz a pillérnek a közepe, oda kell a betorkuló csonkot kialakítanom. Lehet látni, hogy nincsen rajta még semmiféle forrasztás, de már most is masszívan össze van építve. Tehát ahogy a lapolások egymás mögé mennek, ki van találva, hogy mitől nem esik szét. Akkor így néz ki a forrasztás. És akkor van ez az egyenes rész, ez már könnyű. És akkor kívülről pedig nincsen megcsinálva a forrasztás, mert innen ilyen szép maradjon a lemez. Tehát neked belülről kell erősnek lenni. Innen esetleg meg lehet egy picit kalapálni, hogyha úgy látjátok, hogy szükség van rá. Tehát így néz ki egy forrasztott csatornaszeglet. És akkor ez a lapolás kívül belül meg van forrasztott. Ennek valahogy így kéne kinézni, mikor össze van rakva egy ilyen csatornaszeglet. És akkor már most mondom, hogy a boltba ilyet biztos, hogy nem kaptok. Úgyhogy ne is keressétek. Ez bádós műhely kell ahhoz, hogy ezt le tudjad gyártani magadnak. És akkor most jön az a betorkoló csong. Ez kerül rá. Hozzá így ide. Ezt már a műhelybe előre elkészítettem. És akkor ez így fog kinézni, innen indul a lefolyó cső majd lefele. Most már ez a hosszabbik oldal összeállt, az utolsó forrasztás ezen az oldalon. És akkor utána jöhet a másik oldal. Ki kell vágni.
egy fontos szabály. A betorkoló csonkot nem belülről forrasszuk bele a csatornába, hanem kívülről. Nagyon sokszor látok olyat barkácsboltokban, hogy úgy van megcsinálva a betorkoló csonk, hogy belülről van beforrasztva, és ezért akadályozza a víznek a folyását is. Kíváncsi vagy, ha kíváncsiak vagytok, hogy mi ez az asztal, amin dolgozok. Van az a maszak állványom, az az egyemberes állvány, amit be szoktam a homlokzatokat beállványozni, és annak egy része. Ezt szoktam használni ilyen asztalnak is. Ha nem törlöd meg vizes rongyal a forrasztást, akkor utána másnap nagyon csúnya lesz körülött a helye. Itt szépen belülről így el lehet kalapálni. Itt ez a rész, amit ráhagytam pluszba, egy fél centi, azt ilyenkor be kell billenteni befele. Így lesz szép egy betorkolócsunk, ha így van eldolgozva belülről. Próbálom megmutatni, hogy lássátok. Itt szépen el van kalapálva befele, nem kell, hogy teljesen oda simuljon, de be van billentve ez a fél centis anyag. Fölforrasztom a következő véglemezt is a helyére. Párhuzamosra vágom, hogy valahogy kinézzem. Ki van forrasztva egybe az egész, és akkor egy darabba emeljük fel a helyére. Akkor egy helyen megmutatom nektek a rögzítését, hogy hogy lesz rögzítve a csatorna helyszínen. Föl lett kötve, hogy lenessen, úgyhogy nagyjából már a helyén van. És akkor itt lemezen keresztül fogok egyből rögzíteni, és ezt akarom megmutatni, egy helyen megmutatom, a többit meg majd elképzelitek. Na, tehát lemezen keresztül kifúrtam, és ezt a spéci saját készítésű fémtiplit fogom használni, ez a szalaba tipli, lehet, hogy láttátok már a videóban, ha nem, akkor keressétek vissza, ebben fogom betonhoz rögzíteni a lemezt. Beütöm a furaton keresztül, ennek az ereje a kúposságában van, tehát attól fog megfeszülni a betonba, hogy eleve kúpos, úgyhogy ha beütöm, akkor eleve megfeszül, és akkor utána tudok beletenni fajéket, és akkor csavart. Nagy alátét, és akkor csavar oda van fogadva. Már most is lehet hallani, hogy nagyon jó peng, tehát jól fog fogni. Nyolcas fúrót használtam, mert azért csak betonról van szó. Remélem lehet onnan látni, beérkezett a tipli a helyére, és már most is nagyon stabilan megfogta, de biztosan biztos, teszek egy ilyen nagy alátétet, és egy csavart. Egy kis fajéket ütök bele, hogy legyen a csavar is, csavarnak is helye, amiben megszoruljon.
Így, és akkor beletekerem ezt a csavart. 17-esre állítottam a nyomatékát a csavarozógépnek. Egy nagy alátét, és akkor csavarozom. Ha nem szorul elég, az azért van. Ha kevés volt benne, akkor a fa ég. Tehát itt nincs olyan, hogy rossz a furat, vagy rossz a tipli. Maximum az van, hogy tovább kell ékelni a belsejét ennek a hüvelynek. Itt ennél a szalabba tiplinél nem lehet hibázni. Tudtok tőlem ilyen tiplit rendelni, úgyhogy keressétek meg a videót a csatornán, és akkor gyártok nektek ilyen tiplit. Mindenféle falazathoz jó, az itongot, vályogot nem is kell előfúrni, gázbetont se, abba csak bele kell ütni. Van egy olyan videó a csatornán, az a címe, hogy a gázbetonfal dűbelezése, ott is ezt a tiplit használom, csak ott hosszabb. Ott már bele van eleve készítve a fajék, és csavar minden egybe. Oké. Na, hát így fog rögzülni máshol is a csatorna, majd utána kitakarítom. De igazság szerint a lényeg az, hogy ez egy stabil rögzítés így a betonhoz. Na hát nagyjából ennyi volt akkor a mai videózás. Ezt mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni, ezt a speckó csatornát, amit én gyártottam, és köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!